A lóztanyésztő és lovas sportszervező agrármérnöki szakon tanultam, azon belül a lovas edző. Gyerekkoromban kezdtem el lovagolni, és eleinte hobbi szinten lovagoltam, majd később, ahogy ügyesedtem, elkezdtem versenyezni. A lovardákba elkezdtem tanítani az ottani lovasokat, ebből a lószervezetből később egy hivatás lett. A matét az érdemes választani, mert az országban, amikor én kezdtem, egyedülálló volt ez a szak. Mind a három szakág megtalálható, a díjlovaglás, díjugratás és a military. Ezen felül nagyon magas a gyakorlati képzés, a gyakorlati órák száma a képzésen. Nagyon jó edzők, nagyszerű lóállomány található a Lovas Akadémián. Nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő alapképzés, a lóval való bánásmód, és nem hátrány, ha megvan egy bizonyos versenytapasztalat. Elsősorban azoknak ajánlom, akik hivatásszerűen ebből szeretnének meg is élni, meg egyfajta elhivatottsága van a lovak iránt. A legnagyobb nehézség az, hogy egy 500 kilós állattal kell együtt dolgozni, ők a társunk, úgymond a partnereink, és meg kell tanulnunk elsajátítani egy közös nyelvet, hogy tudjuk irányítani ezeket az élőlényeket.